ház előtt parkoló Renault motorterében keletkezett tűz a Vas megyei Táplálszentkereszten. A jármű vezetője körülbelül 4 órával korábban állt meg az utcán, és semmilyen szokatlan dolgot nem tapasztalt kiszállás előtt. A tűz észlelése után 4 porraloltóval próbálták elfojtani a lángokat sikertelenül. A szombathelyi és Táplálszentkereszti tűzoltó kiérkezésére az autó kiégett. A tüzet feltehetőleg elektromos zárlat okozta. A gépkocsi az előző héten járt szervizben, generátor cserén, illetve kopóalkatrészeket cseréltek rajta, és felkészítették a következő héten esedékes, azonban a tűzeset miatt okafogyottá vált műszaki vizsgára.